A 20 napi rend között szerepelt a már előzőleg létrehozott Paksi Közlekedési Kft. Üzleti terve. Az atomvárosban a helyi tömegközlekedést minél zöldebb, klímabarát módon kívánják üzemeltetni. Ezt a jövőben a város maga szeretné megoldani. Az elektromos buszok beszerzése már folyamatban van. A testületi ülés egyik sarkalatos pontja a Paks 2020-as költségvetésének tárgyalása volt. Végül szerdai ülésén elfogadta a testület a közel 25,7 milliárdos főösszegű tételt. A 2019-ben elindult beruházások nagyban meghatározták az idei év költségvetésének az összeállítását. Ebből három nagy projektet említett Szabó Péter. Az egyik a 8 milliárdos támogatásból a 2020-as esztendőre eső rész, valamint a tavalyi év végén szintén Süli János miniszter úrnak köszönhetően ugye Paksra érkezett támogatás, kétszer 1,9 milliárd forint a Paksi víziközműnek a fejlesztésére, illetve magának Paksnak a fejlesztésére. Itt alapvetően az új városközpont kialakítása, illetve a Pollak Mihály utcától északra fekvő terület lakóterületté alakítására. Paks giga beruházásai közül is hármat említett a polgármester. A Kömlődi utcának a teljes körű faltól falig történő felújítása, a Vácika utcának a azt nem felújításról beszélünk, ott egy kialakításról, egy utca kialakításáról beszélünk, és hát ugye a lakótelep központi parknak a teljes körű kivitelezése. Paksa az idei évben még számít kormányzati támogatásra.